tömegközlekedési eszközökhöz gyárt alkatrészeket a Nyíregyházán is működő Hübner. Ez a cég is megérezte az elmúlt hónapokban a koronavírus hatását, miután nagy járműgyártó megrendelői spanyol, olasz, francia telephelyein ideiglenesen leállt a termelés. Ez a megrendelések számában is megmutatkozott, ugyanakkor nem minden esetben volt szükségszerű törölni ezeket, hanem csupán átütemezték április-májusról a nyári hónapokra. Az éves megrendelés állománynak körülbelül egy ilyen 5-10%-os ingadozása látszik. De ha szabad azt mondanom, ilyen mértékű ingadozás az előző években koronavírus járvány nélkül is látható volt. Tehát nincsen semmi olyan oka annak, hogy nekünk kapacitásukat kellene csökkentenünk. Átmenet intézkedésként azt döntöttük, hogy a harmadik műszakban nem kell minden dolgozónak jönnie az éjszakás műszakban, illetve bevezettük mi is a 24 hónapos munkaidőkeretet. Ez azt jelenti, hogy ha úgy alakulna a helyzet, hogy ideiglenesen nem kellene jönniük dolgozni, változatlanul megkapják az alapbérüket, amit később ledolgozhatnak. A vállalatnál egyébként mintegy 850-en dolgoznak, a koronavírus miatt pedig senkit nem kellett elküldeniük az elmúlt hetekben. Sőt, márciusban új gyártócsarnokot is átadtak, ezek a képek az ősz elején tartott Bokréta avaton készültek, amelyen a külügyminiszter is részt vett. Bár az ünnepélyes átadó tavasszal elmaradt, a gyártás az új egységben is zajlik azóta. A negyedik 8500 négyzetméteres gyártócsarnokunk az átadásra került, benépesült, sőt, jelenleg arról tudok beszámolni, hogy nagyon komoly technológiai fejlesztések, komoly CNC vezérelt maró gépek vannak beszerzés alatt, amik összehasonlításban magyarországi szinten is egy vonalbeli színvonalat képviselnek. Tehát azt tudom mondani, hogy kapacitásbelileg technológiailag nagyon jól áll a cég. Közben a járvány megkövetelte óvatosságra is odafigyeltek az elmúlt hetekben. Fokozták a fertőtlenítést és gondoskodtak a munkavégzés közbeni kötelező biztonsági távolság betartatásáról, legalábbis ott, ahol ez lehetséges. A maszkgyártásba is belefogtak, első körben a saját dolgozók és családtagjaik körében osztották szét ezeket. A helyzet által leginkább érintett területeket is támogatták, így a Józsa András Kórház sürgősségi osztályának, majd a polgármesterrel egyeztetve és más cégekkel összefogva a városban élő időseknek juttattak, juttatnak el 20 000 maszkot.